Alina és Krisztina az elmúlt három hónap nagy részét a föld alatt töltötte egy pincében, Ukrajna déli részén. Felkelek és megmosom a fogam, aztán megreggelizek. Aztán leülök tanulni. A tanórák után pihenek egy kicsit, aztán ebédelek. Azután játszunk az utcán. Amikor megszólalnak a szirének, vagy elkezdődik a bombázás, akkor a pincében játszunk, meséli a 11 éves Alina. Amikor bombáznak, anyu is lejön, apu fent marad. De amikor durva bombázás van, apu is lejön. Ebben a pillanatban csak azt akarom, hogy ne bombázzanak, teszi hozzá. Oroszország ukrajnai inváziója pusztító hatással volt az itteni élet minden területére, és mint minden más fegyveres konfliktus esetében is, a gyermekeket különösen súlyosan érinti ez a helyzet. Nem hiszem, hogy van Ukrajnában akár egyetlen olyan gyermek is, akit ne érintett volna valamilyen módon ez a konfliktus. Súlyosabb esetben közvetlen erőszaknak vannak kitéve, vagy a bombázások miatt hetekig föld alatti búvóhelyeken kell élniük. Ennek poszttraumás stressz-szindróma lehet a következménye, mondja az UNICEF szóvivője. Az otthonukat elhagyó gyerekek embercsempészetnek és szexuális kizsákmányolásnak vannak kitéve, maga a konfliktus pedig a súlyos sérülések kockázatát is hordozza, vagy még rosszabbat. A háború kezdete óta több mint 200 gyerek vesztette életét Ukrajnában. Nincs szükség tudományra ahhoz, hogy feltegyük a kérdést, árt-e ez a gyerekeknek, mondja a Harvard Egyetem gyermekfejlesztő központjának orvosa Jack Shonkoff, aki szerint a gyerekek így vagy úgy felnőtt korukban is viselni fogják ennek a háborúnak a sebeit. Mi is történik a szervezetben, amikor aktivizálódik a stresszrendszer? A stresszhormonok szintje nő a véráramban, a szívverés felgyorsul, a vérnyomás emelkedik, az immunrendszer aktivizálja magát, megnövelve a gyulladást a szervezetben. A vércukorszint emelkedik, és energiát szállít az agyunkba, hogy tisztábban gondolkodjunk, és az izmainkba, hogy harcoljunk vagy fussunk. És ha ezek a folyamatok aztán nem normalizálódnak, akkor károsítani fogják az agynak azon részeit, amelyek hatással lehetnek a viselkedésünkre, a mentális állapotunkra és egészségünkre, és az átlagnál jobban károsíthatják a szív- és érrendszert, az immunrendszert és az anyagcserét. Tehát igen, a mentális problémák nagyon fontosak, de vannak más egészségügyi problémák is, amelyek később megjelenhetnek, mondja a kutatóorvos. Később, valamikor a jövőben. Ez most egy olyan fogalom, amit az itt élők nehezen tudnak elképzelni. Nem tudom, mit tervezhetnék. Lebombázhatnak, nincs értelme találgatni a jövőt. Jön egy rakéta és megszűnünk létezni. Nem látom értelmét erről beszélni. Napról napra élünk, mondja Alina és Krisztina édesapja. Az Euronews-t Annelis Borges tudósította Ukrajna déli részéről, Mikolaivból.